Halló? Halló? Szia! Szivárványos szép napot! <laughs> A szivárványnak minden szinten színe van, megjelentése. De által mi, tört... minden. De mi történt veletek a szivárványon kívül? Én leszek ma az utolsó. Akkor mú jó kezdi, mert a múltkor én kezdtem. Jaj, volt a múlt héten egy remek ö, társas játéktesten, képzeljétek el. Igen, igen, azt néztem. Ö. Egy ö, Kingának egy volt kollégája, egy ö, ismerősünk, barátunk, nem tudom, hogy hogyan apostrofáljam a hölgyeményt, aki a, a szép művészetén ö, most diplomázik, és a diploma munkája egy társas játék, aminek a neve a lakótársas. És alapvetően a, a magyar sajátosságokra hangszerelt ö, ö, kis játék ez, amelyben egy belvárosi bérház egyik albérlőjeként egy stereotíp család ö, ö, szerepébe kell beleélned magad, és különféle menet közben kialakuló bonyodalmakat megoldani a, a, a te családodra jellemző skillek segítségével, olyanok, mint a, a, a gyúrós és a műkörmös páros, akkor a, a pangzenész páros, a jogások és hasonló ilyen kis jópofa a dolgok, és ezt teszteltük igazándiból ezt a társas játékot, nagyon jópofa volt, nagyon szórakoztató, tök érdekes volt. Akit érdekel egyébként, Lakókötőjel társas néven ö, megtalálható a, a, a Facebookon, és ö, minden héten a kertembe szoktak rendezni egy ilyen tesztjátékot, amire bárki igazából jelentkezhet és elmehet megtesztelni, hogyha szeretné kipróbálni. Nagyon jó pofa volt. Ezen kívül mi történt még? Hát ma liget védtünk, ugye, Charlie? Hát kemények vagyunk. Védtünk. Én rá is dupláztam, még így az esti. 5 órás tüntetésre, demonstrációra is kimentem. Ez történt, ezen kívül meg, ahogy múlt héten beharangoztam, szombaton el voltunk a, a az idén esedékes Budapest Pride-on, sétáltunk egy jót sokat magunkkal a szép időben, ezek történtek velem a héten. Nem tudom, melyik témával kezdjem, de talán a, a, a közelebbi téma, és akkor utána lehet időrendben visszafele haladni. De előtte természetesen az elmaradhatatlan és Fifika által oly annyira hiányolt fogorvos téma. Száz százalék. Feldolgozottság. Wow. Gyerekek. Tehát nem, Charlie, nem 99,99, 99, hanem letudtad. Le. Le. Challenge accomplished. Ez hát Ezt, nek, ezt fölírom, várj, beteszem a Google naptáromba, baszki. <laughs> ez valami, ez Zos valami nap. Brutál, brutálisan csodálatos, tényleg. De Miről bármikor fogsz beszélni a jövő héten? A jövő héten? Van. jövő héten szerintem a, a, az egyéb szépészeti beavatkozásokról fog <laughs> fogfehérítés, Mel fogszabályzó, melnagyobbítás, seggimplantátum, meg Pont ilyeneket. Pont ezt akartam mondani, igen. Úgyhogy az volt. Aztán ez a mai, ez a mai öm, városvédés, ligetvédés, ez úgy indult, hogy én, én indultam a könyvelőhöz, és még előtte gyorsan át kell futni a feedeket, és pont a könyvelőm öm, belájkolta ezt a, ezt a ligetes oldalt, és hogy valaki ott írta, hogy aki tud, vigyen vizet, meg kekszet, meg mit tudom is én, mit, amit ott a, az emberek tudnak fogyasztani. Na, mondom, pont jó, fölhívtam Mújót, hogy múltkor sörözni ugye nem hívtalak, de, de akkor most egy remek alkalom, hogy összefussunk úgy, hogy... Én, mint helyi erő. Igen, borzasztó volt a parkolás, az, az, az egy agyfasz, ami ott van, tehát rengeteg parkoló, csak a végén az a két autó, a, aki az gátolja meg, hogy vissza tudja fordulni, és ezért tolatnod kell két autósor között egy olyan 300 métert, ha éppen nincs lehet, meg. Én Mindig, mindig, mindig elállja ott az utat, Csak azért, hogy, képesztül. hogy neki az olyan egyszerű, hogy leteszi, és akkor sétál tovább. De az a vicc, hogy Kinga szokta mesélni, hogy ugye neki van jogsúly a családban, hogy föl vannak festve azok a részek, ahova nem kéne odaállni a senkinek, hogy a közlekedés ne akadályozza a ki és beállást. Notóriusan odaáll valami tulak. Én a picsába elvinném az ilyen autókat onnan. Na, úgyhogy három karton vízzel felszerelkeztünk Mujó kartársal, vittem még ilyen zapfalatokat, meg mit tudom is én ilyen ropogtatni valót, és ki látogattunk a ligetbe. Hát mondanom se kell, Fifi, hát el nem, hát el tudod, mert lefényképeztük. <kül> De annyi rendőrt te még a, a föld hátán nem láttál egy kupacban 2006 óta. Olyan emberektől kellett megvédeni a Ligetet, akik, mit tudom, is gitárral, meg rastahajjal, meg biciklivel közlekedtek ott egyébként. Kerekesszékben, az elektromos kerekesszékben kerekes az idős hölgy. Igen, hát... éppen véletlen, sajnos ott merült le a teherautó előtt, de hát ilyen ez a, ez az akkumulátortörténet, történet, történet. történet. Úgyhogy mécsimre is kilátogatott. A, a, nem volt annyira pro a hangosítás, hogy azt 10-15 méterről már kivehetően lehessen hallani, de egyébként mi, úriemb mi úriemberek voltunk, igaz, mújó. Tehát végig kínáltuk vízzel az embereket, majd, Abszolút. majd a rendőröket is, de nem fogadták el, vagy nem lehetett elfogadni, vagy mit tudom is én. És aztán konstatáltuk, hogy milyen jó, hogy jó idő van, süt a nap, még a rendőrök között is vannak csinos menyecskék. Úgyhogy legeltettük a szemünket a munkagépeken és, és igen. a rendőrökön. És aztán, aztán csak néztük, hogy, hogy ilyen méterenként, méterenként harapják ki a, a, helyet a munkagépnek, és, és mennek egyre tovább a teherautóval. Volt ott aztán minden fifika, tehát két mikrobusz, tudod, ezzel a fönt a kamera, és, és rögzítik az egész eseményt. Ott le, mondtam is Mújónak, hogy ott egy kamerás rendőr, na azt nézzük, hogy a kamera hova néz, mert onnan visznek el embereket. Volt egy-két ilyen szimpadias, visítva, ordibálva elcibálás, tehát a rendőrök konkrétan... Sikított a rendőr arcába. Nem igen. csinált semmivel sem többet, sem kevesebbet, négyen-öten megemelték, és tudod, mint mikor nyúzzák baz meg a nyulat, olyan hangja volt. Tehát azt én egy kicsit bazárinak éreztem. És én azt láttam egyébként a rendőrök arcán is, hogy nagyon tele a ezzel az egésszel. Úgyhogy hát kar hatalom. Ennyi. Volt, aztán, aztán el is jöttünk, mert, mert más, más dolgunk már nem volt, de hát most már nagyon szorult az olló, és látni se lehetett semmit, tehát igazából csak ott átsorogtunk a rendőrök háta mögött. Hát de cserébe láttunk nagyon jó monopodot, amit most megint csorgattam a nyálamat, ugye? rengeteg, tényleg több volt a média gyakorlatilag, majdnem, mint, a, mint a, az emberek ott a kamion előtt. Hát ez volt, aztán aztán én meg nem mentem ki a Pride-ra. Hm. Ja, viszont te megkaptad. Te rossz capslock bekapcsol, buzi, te, mocskos, egy, mocskos. te egy mocskos buzi vagy. Igen, igen. Va vasárnapra hirtelen mocskos buzi vá váltam egyesek szerint. Is. 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 <laughs> Nagyon jó. érdekes volt. Ezzel telt a vasárnapunk ingával, hogy itt próbáltunk emberi módon kommunikálni a magukból kivetkőzött gőzlérek szűk csoportjával, több-kevesebb sikerrel. Igen, érdekes élmény volt. Nem, nem, gondoltam volna én speciál, hogy pont a, a, az elcigi a hányatott sorsú <laughs> hatalmi erővel perifériára kényszerített, már éppen csak félig megtűrt, pusztán a látványa alapján füstüvegek és, és dohányfüstös helyiségekbe kényszerített elektromos cigaretta használóként nem kifejezetten vártam, hogy valaki számon kéri rajtam, hogy miért állok ki mások mellett, akiket szintén hátrányos megkülönböztetésére ez egy kicsit fura volt. Tovább megyek. Azt mondtam éppen neked ma, hogy hogy elértük azt a kritikus tömeget mi is, hogy, hogy minden náció, minden ö, ö, iskolai, vallásfelekezeti, hovatartozás ö, és a többi, és a többi képviselteti magát az egységes társadalomban, és kifogtál szerencsédre, idézőjelben szerencsédre egy egy ilyen formát, aki egy, téged nem ismer, kettő, úgy mond véleményt, hogy nem ismer, három, egyébként más, sokkal többet tesz a társadalomért, mint te, az egyszerű társadalomért, és egyébként ő senkit nem kért meg rá, pláne nem téged, te mocskos buzi. De azért, azért arra büszkék lehetünk, hogy, hogyha a kultúrája nincs is, de, de birodalmi sas és horog kereszt az evik VTC minijén az van, tehát arra mindenféleképpen büszke lehet, szeretném kérni, hogy veregesse meg saját vállát, ha más nem tudja. Igazából Ennyit a társadalmi elfogadásról. Emberrel. Igen. Hogyan várjuk el, hogy minket elfogadjanak, hogyha másokat nem fogadunk el? Ez egy igen jó kérdés. Igazából két ember volt, és az egyikkel még beszélgettem, és is, utána is elnézést kért és a többi, és a többi, a másik nem, merő a számomra nem látható falán kezdett el e, mocskolódni, amikor éppen alább hagyott volna már a hangulat, akkor, akkor ő el, neki a tolni a saját falán, ahol esélyem se volt, hogy kultúrát körülmények között reagáljak, vagy megbeszéljem de hogy egy-két fejben nagyon, nagyon, nem áll össze szerintem a kép, hogy, hogy miről is van szó, és ne, ne, nem értik, hogy én mit csinálok, miért csinálok, és, és, és ki vagyok én, és, és, ez lehet egyébként, hogy egy kicsit körüljárásra szorulna ez a dolog, mert... Sőt, mondjam? sőt én, 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 azt, én, azt, gondolom egyébként, hogy, hogy itt mindenkinek körül kéne járni. Tehát a, a melegeknek is körül kéne a saját ö, ö, fölvonulásukat járni, a fölvonulást ellenzőknek is egy picit magukba kéne tekinteni, és a gőzlér is egy ö, furcsa csoport, mert mondjuk én a pont a, a te ö, posztodra reagálva, illetve hát ö, a, az általa keltett, ö, homofób Uh, kirohanásokra uh, reagálva mondtam azt neked, hogy azért ez egy nagyon-nagyon kettős élű uh, történet. Tehát ez pont ugyanaz a szituáció, hogy, hogy uh, kimegy a gőzlér az utcára és harcol a jogaiért, uh, utána meg lemegy a metróba, az pofán fújja, itt tudom én a metró ellenőrt érted egy ilyen háromméteres gőzzel. Ezt nem, 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 így van. De, 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 nem. Krisztián, 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 rengeteg, renget, még egyszer mondom, rengeteg, tehát nem egy, nem kettő, nem három. Persze, persze, olyan... ez a csak azért is kifújom a vonaton, nekem nem mondja olyan... meg senki, hogy hol. Olyan, hogy én mit csináljak, igen. Nem, nem erről szól. Egyszer gyertek el velem egy ilyen felvonulást. De nem, ez legyen, a, rátját, nem, ez a, nem ez a kérdés. Krisztián, 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 hadd mondjam már el, Fifis. Nem azt szeretném elmondani, hogy miről szól. Beszarok beszarok. Na, be tehát én kezdtem? Beszeretném fejezni. Oké. Oké, okay? okay, tehát hogy, hogy Krisztián ezt nem magyaráz meg nekem, mert még egyszer mondom, rengeteg az ügyben érintett barátom jó ismerősöm van, sőt tovább megyek, mert a, a, az egyik gyerekemnek a keresztapja is, aki egyébként író és, és borzasztóan jól ismerem a problémájukat, de azzal én sem tudok azonosulni, aki fölöltözik egy szálltangába tangába papnak, és a, a kamion tetején dugja a Bibliát, mert az már semmiről nem szól, se a melegek jogairól, se a Pride-ról, se a Pride köré szerveződő eseményekről, úgy, aki nem tudja, ez egy egyhetes masszív kurzus a városban, ahol mindenféle esemény van még a Pride felvonuláson kívül, és hogy még ez a meleg társadalmat is borzasztóan megosztja. És akkor most mondd el létszés, hogy mit szerettél volna mondani, mert annyira Azt kíváncsi vagyok rá. Azt szerettem volna mondani, hogy félreértesz, nem a, a, felvonulás kapcsán szerettem volna elmondani, hogy miben nincs igazad, hanem a gőzülés kapcsán szerettem volna elmondani, hogy miben nincs igazad. Mert hogyha párhuzamot próbálnánk ezzel állítani, akkor ez nem arról szól, hogy lemész a metróba és pofán fújod, aki szembe jön, hanem jó előre bejelentett, hogy ekkor és ekkor én ott leszek, és ki fogom fújni a gőzömet, tudjál róla. Ha ennek ellenőre, ellenére valaki odamegy, és, és, a képébe fújom a gőzt, annak ellenére, hogy ő nem akarja, hogy bárki a képébe fújja a gőzt, ez itt a párhuzam. Tehát itt nem, 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 arról nem van szó. Nem, tehát Na. akkor fél, félreértesz. Uh, mind a két uh, táborban vannak olyanok, akik a külső szemlélőben a társadalmi normákat átlépő cselekedeteikkel megbotránkozást keltenek. Pont. Tehát én nem minden, minden, mind a két olyan, táborban olyan óriási, nem tudom én mit uh, csinálni, csak hogy, hogy tényleg járjuk körbe, mert, uh, mert akár a gőzlérek akár a, a, a más inde, identitásúak között is. Ez egyébként önmagában, még egyszer mondom, a meleg közösségben is egy igen-igen megosztó ö, történet. Tehát egyszer szeretnék egy olyan Pride-ot látni, amikor ők úgy vonulnak föl, ahogy a hétköznapjaimban megjelennek. Érted? De én, mint aki azért már volt néhány ilyen Pride-on, el tudom mondani, hogy egyrészt tényleg nagyon az exhibicionizmusból az elmúlt évek során brutálisan véve. Másrészt ott van, mondok egy számot, tízezer ember és húsz emberről beszélsz. Egy nagyon-nagyon heterogén, nagyon-nagyon hát, különböző embercsoportokról. Tehát amit Charlie mondott utána, hogy ott volt az amerikai nagykövet. Akkor most az amerikai nagykövet mi van, tehát elképesztő mennyiségű ember van, babakocsis családoktól kezdve, stb. stb. És van a, az a fajta ember, aki igenis szeretné kiereszteni a gőzt az év 365 napjából egyszer, de meg lehet nézni, valaki más mondta, hogy már nem emlékszem, hol olvastam a napokban, hogy meg lehet nézni a riói karneválon, mibe vannak fölöltözve az emberek, és mégsem hisztizik senki hogy milyen hatalmas boák, tütük és anyám kínják, és hogy, hogy így. Tehát tényleg nem, nem kötelező nézni, nem kötelező. Tény, hogy megosztó, tény, hogy mindenkinek más a vérmérséklete, és mindenkinél máshol van az a küszöb, ami már megbotránkozást kell benne, de hogyha téged ez megbotránkoztat, akkor ne nézd. Könyörgöm, a, ennyire ez... egyszerű. Pont egy másik kapcsán, nekem évente kétszer-háromszor nagyon jobboldali beállítottságú fiatalok és idősek szoktak csont feketébe marcona arccal elmasírozni az ablakom alatt, mondogatnak mindenféle hülyeségeket, egy adagot zsidóznak és hortinóták szólnak egy szar magnóból. Veszent Rianon. Hát ezek így, satöbbi, satöbbi, és Mit csinálok? Kinevettem őket és becsukom az ablakot. Ennyi, nem hisztizek, nem lépik túl a, azt a, 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 a határt, ami egyébként alkotmányos ö, joguk, hogy ezeket a dolgokat ö, ö, megcsinálják, amikor nekik kedvük van hozzá, amíg azt a határt nem lépik át, igazándiból, ha nekem nem tetszik, akkor nem nézem. Ennyire egyszerű. És tökre igazad van abban, hogy ez megosztó még a meleg belül is, mert egy csomóan vannak, akik, akik nem annyira exhibicionisták, de igenis sokszínűek vagyunk, sok sokfélék vagyunk, és van, aki annyira exhibicionista, hogy kiöltözik egy ilyen alkalomra. Vagy ott vannak a transzneműek például. Nekik abszolút a hétköznapjaiknak a lényege, hogy az ellenkező nem ruháit veszik magukra, Pont egy ilyen, ha, ha egy ilyen alkalomra nem jöhet ki úgy, hogy önmaga legyen, akkor, akkor, akkor miről van itt szó? Persze nyilván, amiről te beszéltél, a keresztes, papruhás, stb. Azt is elmondtam egyébként a Facebookon, hogy én ott voltam és láttam, és messze nem, nem volt annyira őrületesen durva. Persze van, aki egy, annyira prűd, vagy annyira bigottannak kiüti a a, a a kis mércét a, a, a fejében, de igazából ezzel sem ártott senkinek. Nyilván lesznek, akik ezzel nem értenek egyet, de, de könyörgöm, nyissátok ki a szemeteket, nézzetek körbe a világba, nagyon sokan vagyunk, nagyon sokfélék aki nem képes elfogadni a másikat, hogy akár valami megbotránkoztató dolgot csináljon az év egyik napján, az nagyon-nagyon rosszul érezheti a bőrét a, hétköznapok során, mert végel olyan jelenségekkel lehet találkozni mindenhol, ami kihűti a biztosítékot, és, mégis valahogy meg kell tanulni együtt élni azokkal az emberekkel is, akikkel speciálte mondjuk lelki közösséget nem válasz valami jogból kifolyólag. Szerintem ennyire egyszerű ez a, ez a dolog, Nyilván én egy kicsit liberálisabb vagyok az átlagnál, de, de én ezt gondolom. Na. Egyébként ez pont pont ugyanolyan, mint hogy valaki köpköd a, a. amit mi is nagyon sokszor mondunk, hogy nem kell felhőbaszóval fújni a vonaton, vagy kellett volna, míg lehetett, nem kell, nem kéne, nem kell feszegetni. Nekem az nem szimpatikus, ami a másiknak igen. Neki az nem szimpatikus, hogy mit tudom, is én valaki, snop kazánokat vesz, a másik kínai, idején ilyen felhőköpőt. Na, most akkor a Pride, az nem a buzikról szól, azt szögezzük le. Pontosan. Az az elfogadásról szólna, és, és ki legyen a másikkal elfogadóbb, vagy megbocsátóbb, vagy én nem is tudom már, hogy fogalmazunk, mint mi. Ugyan olyan perifériára kerültünk lehet a szart ö, színes ceruzával festeni, attól az még szar marad. Szarban vagyunk, és ugyan arra kéne törekednünk. Akár be lehet állni ö, 50 méterrel hátrébb, ahol nem vizébe, ilyen laktangába vonaglik a a pap, ö, de valamiért ki kell állni. A, az amerikai... Ö, ö, hogy hívják Colin Belt? Mi ő? Mi ő? Mi ő? Nagykövet. Nagykövet sem azért állt be oda, mert meleg, hanem azért, mert kiáll a kisebbség jogaiért. És, és sorolhatnánk számtalan embert, színházigazgatótól kezdve, aki beállt a sorba. Sőt, sőt, bocsánat, az én cégem is ott volt. A, a cégem összes dolgozója, Buzi. Ott volt a Microsoft az összes dolgozója buzi? Nem. Kiálltak valamiért. És no, nekünk hát, is ki kell, már ne is mi, is, igen. mi, is, kisebbségben vagyunk, nekünk is az elfogadásért kéne küzdeni, mert azt még nektek nem mondtam, az ismerősömnek az fifika, te tudod, hiszen majdnem megvetted azt az autót, amit végül nem te vettél meg. Amit nem én vettem meg, igen. És följött, a, följött az édesapjával egyébként debreceni katona, drónpilóta, Lackó Attilának üzenem, hivatásos drónpilóta a Magyar Honvédségnél beszartok, és uh, látta az öreg, hogy tudod, kiszálltunk a kocsiból, és beleszívok, mert hogy rágyújtanának már, Debrecentől idáig nem szívtak cigit, jó? Oké? Okay. Hó, azt tudom-e, hogy ebbe tízszer több a káros kátrány, mint a rendes cigarettában? Ú, mondom, na akkor valami másról beszélgessünk, mert akkor itt nem fogjátok megmenni az autót, hogyha én ebbe belekezdek. Vagy innen gyalogoltok, úgyhogy na, hát nekünk is azon kéne dolgozni, hogy elérte a célját az ellen oldal. Most kéne megmutatnunk, hogy igenis mi közösségként egy irányba haladunk, egy a célunk, de nem, még akkor lehet ilyeneket mondani a nagyvilágba, pusztába a saját üzenőfalán az embernek, mert az végül is mégis csak az én üzenőfalam, hogy te mocskos buzi. És nem akarom senkinek az érdemeit elvenni, én őt nem ismerem, téged viszont igen, és tudom, hogy mennyit dolgoztál egyedül, mennyit dolgoztunk közösen, ezért és ezzel hasonlatos dolgokért. Hogy másnak, Elcigisnek, aki csak annyit ír rám számolatlanul, te is látod mostanában, kapod az értesítéseket, hello, ilyen porlasztó fejet, hol tudok, olyan fejet, hol tudok, mi az, hogy nikotinos likvid, mi az, hogy. És ezekkel az emberekkel egyesével kell megvívni nem a harcot, hanem a, a, a tájékoztatás harcát. A káj is. Igen, igen. Nullára. És akkor tényleg nem igaz, hogy tényleg igaz, hogy. Na, tehát nekünk is ugyanaz, csak nekünk nem egy baromi nagy Csiricsáré zászló van mögöttünk, hanem egy Engri véper van a pólónkon. Hát Enni Engribe már nem lehet majd. Ennél szarabb már nem nagyon lehet, majd lesz itt egy téma, úgy kezdődik, hogy origen, és úgy folytatódik, hogy hol lehet beszerezni. Na majd itt gondolkodjatok el, kedves hallgatók, hogy kinek, kihez, hova kell beállni a sorba, és ki az, aki tesz érte. Esetleg az a kereskedő, aki, aki nagy azt mondja, hogy már pedig én tettem, mennyit tettem a közösségért, vagy az az ember, aki nem. Ö nem kereskedőként, hanem aktivistaként dolgozik azért, hogy neked, vagy annak az ismeretlennek, aki még dohányzik, annak majd esetleg egy év múlva könnyebb legyen, vagy jobb legyen. Úgyhogy ennyi történt a hét. Én, Én nem... még ehhez hozzáfűznék valamit egyébként ha nem bánjátok. nyugodtan. Mert túl sok szót nem akarok pazarolni rám, mert ez a fajta hozzáállás az azért eléggé korlátolt butaság, és korlátolt butaságra túl sok időt pazarolni. Van jobb dolgunk is. De hogy, hogy az, hogy tök jó, hogyha valaki közönség találkozókat szervez, gőzlér találkozókat szervez, szuper. Ő azon dolgozik, hogy a közösség jól érezze magát. Én egészen máson dolgozom négy éve, én azon dolgozom, hogy legyen közösség öt év múlva, tíz év múlva is, akinek lehet találkozókat rendezni. Szerintem elég szignifikáns a különbség kettő között, hogy ilyeneket ne hasonlítgassunk össze, mert nem erről van szó. És ha már így kiveséztük, akkor én azt azért meg elmondanám, hogy, hogy én azt gondolom, hogy akinek nem tetszik, hogy én a magánéletemben, a saját falamon milyen képeket osztok meg, vagy mivel töltöm a, 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 a szabadidőmet a magánéletemben, az tehet egy szívességet. Senkinek semmi köze hozzá. Nem tetszik, nem kell nézni. E, aki olyanokat jelent ki, hogy én őt aztán ne képviseljem, az óriási tévedésben van. Engem senki nem hatalmazott föl, hogy őt képviseljem, úgyhogy visszavonni sem tudja ezt a dolgot. Én azért bocsás, csinálva, bocsás, hogy... meg. Ilyenkor szoktam mondani, hogy nem őt képviseled, hanem egy ügyet képviselsz, és, és a kettő közt óriási különbség van, mert ha, ha, ha őt képviselnéd, akkor nyilván minden, mindenért megkérdeznéd, hogy ne haragudj, ez így jó lesz, ez így mehet. Lehet, hogy ma abba belefáradt volna, hogy csak bólogat. Hát egy ügyért. <laughs> a beadványaidra meg... csak meg így az, bólogat. De ne el, hogy az ügyért, egy ügyért, illetve egy szervezetért. És a szervezetnek ö, van elszámolási ö, jogköre vele kapcsolatban, de az, hogy privát, mit csinál? Erről is rátérek mindjárt, mert erre is gondoltam. Egyébként, bocsánat, hogy annyit szeretnék csak hozzáfűzni, és én ezt a témát akkor lezárom, hogy, hogy, hogy én hogy viszonyulok hozzá, mert én nem vagyok ö, se homoszexuális, se biszexuális, se semmi ilyesmi. Én ilyen kemény vonalas... Ilyen old school vagyok, hogy a nőket szeretem, és ettől függetlenül ö, tudtam, hogy lesz. Ö, hogy mondják ezt? Ö, tudomásul vettem, irattároztam, nem foglalkoztam vele, sőt, mi több, tán még a tévében sem láttam, mert nem néztem híradót, vagy mit tudom is Tehát ezt nagyon könnyű ám kikerülni. Ha direkt bele akarok állni, akkor persze ö, nyomon tudom követni, és ez olyan, mint a győzike ó, hogy senki nem nézi, mégis beszél róla. Ö, más, annyi minden más dolog van az életben, amivel lehet foglalkozni. Nem kell mindig abba beleállni, ami, ami engem taszít. Azt ignorálni kell. Nem ártanak vele nekem, nem ártanak vele neked. Ennyi. Ennyi. Én azért még befejezném a... Persze, persze, csak mind 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 mondom, hogy mind mind én mind mind ezt mind gondoltam. Jo, teljesen jogos. Abszolút egyetértek ezzel, Charlie. Szóval, senki nem kért meg arra, hogy csináljam azt, amit csinálom. Egyetlen egy dolog miatt csinálom, kettő dolog miatt csinálom, három dolog miatt csinálom, azért, mert ez diktálja az igazságérzetem, a lelkiismeretem, és azért, mert szemlátomást senki más nem hajlandó azt csinálni ebben az országban, amit én csinálok csomóan teszünk valamennyit, de speciál erre a felére szakosodva, rajtam kívül az elmúlt négy évben más nem láttam, aki ezt szerette volna csinálni. Úgyhogy, úgyhogy, én ezért csinálom, ha valakinek nem tetszik, akkor törődjön bele, hogy ha neki nem tetszik, én akkor is csinálni fogom, mert ez diktálja az igazságérzetem és a lelkiismeretem. Pont. A másik, nem a villanypára egyesületet képviseltem ezen az eseményen, a hétköznapjaimban nem ezt képviselem, ha azt képviselem, akkor ki van írva a képernyőre, hogy mi a nevem, és hogy ki vagyok a villanypára egyesülettől. Ha valakinek, ne hogy Isten, nem fér bele az életről alkotott elképzeléseibe, hogy egy szabadság szerető ember, aki a szabad idejében meri kinyilvánítani, hogy alapvetően egy nyitott és szabadság szerető ember pozíciót foglaljon el a villanypára egyesületbe, ennek is megvan a módja, ha valaki minden áron tenni szeretne ez ellen, be lehet lépni az egyesületbe, és lehet közgyűlést kezdeményezni a leváltásomra. Ez ennek a módja. Sziasztok! Én sokkal jobban tudnám csinálni, mint XY. És van. ezért nézzétek meg, hogy miket publikáltam az utóbbi 3-4 évben, milyen beadványokat tettem, milyen Ilyen szakmai anyagokat fordítottam magyarról angolra, vagy, angol, vagy fordítva. Igen. Mit mondanék a következő Nikotin konferencián? Mit kérdeznék Éron Bíbertől, mondjuk, vagy valami a hasonló? Na! de Lerágtuk. Jó, még, én is összefoglalnám így én magamban. Ugyan velem nem történt semmi. Azt hittem azt mondod, hogy én is összefoglalnám ezt. Én is összefoglalnám ezt magamban, a jövő pinája a seg. Köszönöm szépen, viszont Nem, ez egy szép volt, nem én voltam. Tehát én, nekem meg az a véleményem erről az egész dologról, hogy, hogy én nem megyek ki, mert, mert már az nekem sok lenne. Egyrészt, másrészt a saját ismeretségi körömben lévőkkel azt hiszem, hogy maximálisan mindig és mindenhol a, a tolerancia legvégsőbb határáig el tudok menni, és borzasztóan elfogadó vagyok velük, mert nem azt nézem, hogy, hogy milyen a szexuális irányultságuk, hanem azt, hogy milyen emberi értékeik vannak. Ezelőtt tíz évvel például az egyházban volt egy óriási nagy vita, akkor épp a metodista egyházi ifjúsági tagozatát pátyolgattam ilyen péntek esti Még közösségi alkalmakkor, és hát... Tehát a te tele van csontvázak. Igen, azok, igen, igen, tudom. igen, igen. tele van És bekerült a közösségbe egy, egy meleg ember, és hát na ebből aztán óriási vita lett, és pont akkor volt a, az amerikai metodista egyházban egy szavazás az egyneműek házasságáról. És tippelj már egy arányt, hogy mennyiben szavazták le. 98-2? Tehát, hogy mennyi... Mennyi? Nem. nem. 52-48. Hát... Tehát, hogy az érdek komolyan. Tehát az egy, az egy olyan, olyan... Hát tudod, a Biblia Tele van ilyen üzenetekkel, mindaz mellett egyébként, hogy a vallásos melegeknek is van egy saját kvázi közösségük, azt nem tudom, hogy mennyire tudod, vagy mennyire nem tudod, de hogy a, a, az Ószövetség egyik legnagyobb alakjáról sejtik azt, hogy valószínű, vonzódott egy icipicit a, a saját neméhez, és az ő nevét vette föl Amerikában egy ilyen nagy-nagy közösség, mert hogy, hogy ugye a, a, attól, hogy valaki meleg, attól még lehet vallásos, tehát hogy ez a kettő nem zárja ki egymást, de hogy szerencsétlenek szinte mindenhonnan, főleg a, a keményebb szárnyakról ki vannak rugdosva. És, és ott egy óriási vita lett, lelkipásztorok ott az egyházban jelenlévő emberek között, és, és végül is azt kell, hogy mondjam, hogy valamilyen szinten meg tudtuk védeni a, az ő álláspontját. Egyébként azok, akik buziznak, azok mindig gondoljanak bele, hogy te is lehettél volna, mert hogy ők nem azért melegek, mert így reggel fölébredtek, és azt mondták, hogy ó, az meg, ez kurva nagy divat, most én meleg akarok lenni, meg filmrendező, meg mozisztár, meg nem tudom én mi, mert csak így lehet a, a pályán előrelépni, hanem hogy ez genetikailag kódolt. Tehát érted, ebből nem lehet kigyógyulni, meg, meg gyógyszerre egyik sem. Emlékeztetnélek, hogy régen azért próbálták <hállt> őket az elektronikusok. kezdve <hállt> <észre. hállt> erős erős próbálkozások, és ezt így el kell fogadni, de, de ehhez azt gondolom, hogy mind a két félnek van még mit a levesbe aprítania, megtennie, úgyhogy a, a részemről egyébként ennyi lenne. De nyugodtan lehet holnaptól mocskos buzi és posztokat kirakni rólam, de nem hiszem, hogy ez segít a, a, a másság elfogadásán. Ettől nem fogod eljönni a világ. Igen, igen, igen. Az utolsó utáni szó, Masters of Sex. Nem emlékszel a... Szégyen, szégyen, emlékszel... nem láttam. A Masters Azt of én Sex. néztem, Charlie. Soha... Na, ott emlékszel az öregre? Hogyne. Hú, Aki... Az egy nagyon kemény, az egy nagyon kemény dolog volt. Gyerekek. Hogy ott saját magával dilemmázik, és aztán a feleségének mondja, hogy de, de most van egy nagyon jó kísérleti program, ki fognak tudni gyógyítani belőle, és ott az elektrosoktól kezdve gyógyszerig mindent próbál. Tehát azért... Minden, ez... minden, buzinak ajánlanám egyébként, hogy egy, egy ilyen kúrán így csak, csak fejben, nem kell odafeküdni, csak fejben menjen át. Na ezért is jó nézni ezeket a filmeket, mert megérthetsz belőle valamit, ami nem a te világod. És ami most már nem természetes. Ami akkor az volt. Ami akkor az volt, igen. Erről nekem az jutott eszembe, az öreg Ellen Turing jutott eszembe a brit matematikus, aki ugye meleg volt a második világháborúban, és nem kevesebb dolgot köszönhet neki a világ, mint hogy évekkel korábban ért véget a második világháború, mint egyébként az ő kódfejtő tevékenysége nélkül véget ért volna, és akár egész más kimenetele lehetett volna ennek az egész hatacárénak, amit második világháborúként ismerünk meleg volt, és ugye akkoriban annyira elfogadott volt ez az egész dolog, hogy kötelező kémiai kasztráción is át kellett esnie annak idején, és és a végén az öngyilkosságba hajszolták az üldöztetéssel egy ilyen embert, mint Ellen Turingot, akinek nem keveset köszönhet a világ. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal, mert ma a, 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 a melegeket divat nem szeretné, lehet, hogy jövőre a göndörvörös hajóakat nem lesz divat szeretné, és és ameddig ilyen, i, i, ilyen gondolatok és ilyen e, e, elvek tudnak szóhoz jutni a világban, addig alapvetően csak egy, egy csettintés kérdése, hogy milyen csoportot e, tegyenek a mikroszkóp alá, és éppen ki utáljanak, és miért. Nem jó ez. Igen, és még ilyenkor szoktam mondani, és lehet, hogy holnap után meg a kopaszokat. Tehát nagyon vigyázni kell. De egyébként meg annyira nem kell vigyázni, mert négy éve meg minket utáltatnak meg a, az emberekkel, tehát. Hát Erősítsétek meg oda, hogy, hogy már ránk is ránk sütötték, hogy igazából mi mi a fiatalkorúak megrontói vagyunk. Igen, vagy hát azt Jó is mondhatnám, hogy már. igen, vagyis hogy is. is. Na de mondok én nektek jobb témát, hogy <coughs> átnyergeljünk kicsit tá tá társadalmi üzenet felhangot kapott a mostani adás. Igen, de nem baj, nem baj. Van egy úri ember, dr. Kunec Zsombor egyébként, MBA, ugye, nem a legyek horták össze, aki, aki oxiológus <coughs> szakoros, az oxiológia egyébként ez a sürgősségi ellátás szakorvosa, és ő 95 óta foglalkozik mentéssel. Van egy blogja. Nagyon jó egyébként. Öm, amiben 29-én olvastuk Breaking Breaking kirúgták Orbán házi orvosát. Amire egyébként tojhatnánk is, hiszen kit érdekel ki Orbán házi orvos, de egész új köntösben öm, tetszeleg a cikk, hogyha hozzátesszük, vagy ha tudjuk, hogy kire gondolt a szerző, mert hogy mélyen tisztelt 4 per 1 Beneda Attila helyettes államtitkárról beszélünk. Úgyhogy ő az, aki, aki 2010-ben ott a saját házi orvosi praktis, praxisát, hogy a Szócska féle ö, államtitkárság kabinett pozícióját elnyerhesse. Éh. Gyönyörűen megfért a, a szóska féle mentalitás mellett. Ez ma, mai napig is sikerült foglalkül megtartani a nem gondolkodás elképesztő képességét. Igen, azt mondják, legalábbis az ön életrajza, hogy egyből a házi orvosi praxisból esett az Emmi be, és mint kabinetfőnök, később 2014-ben pedig az egészségpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Természetesen mindezt mindenféle vezetői tapasztalat nélkül. <laughs> amire ö, Kunesz doktornak ö, egy sajátságos vitriolos ö, ö, kommentje, hát nem csak egy, innentől kezdve csak az. Tehát e tapasztalat hiánya nyilvánvalóan nem zavarta a kormányzatot, ugyanis Zombor lemondása után rövid ideig megbízott ki, még az államtitkárságot is vezethette, mi több, neve komolyan felmerült az államtitkári castingon. Maga Orbán szorgalmazta egyébként a kinevezését. Ö, megemlítik a, a karrier ívét is, ö, a bértárgyalásokat is. Ö, igen, utolsó bekezdés. Azt azonban, hogy valójában miért ismenezték Benedát, ma még nem tudjuk, de ne legyenek illúzióink. Helyét valószínűleg egy hasonlóan alkalmatlan nerhuszár veszi át, aki természetesen valakinek a valaki -e lesz. És abban sem lehetünk biztosak, hogy Beneda eltűnik név és fejfa nélkül a süllyeztőben, hogy ilyen plastikus képpel fogalmazzak, lehet, hogy csak simán fölfelé fog bukni valahova. Na mindegy, négyből egy kilőve fiúk. Még képet is fabrikáltam hozzá. De. Igen, nagyon-nagyon művészi volt ez a kép. Hát ezt menet közben sikerült összehozni, úgyhogy úgy, hogy, sorry, de ez fault. Így az örömedet picit lerontva Mind, ilyenkor mindig a, az öreg jut az eszembe, akit kikötnek a, a, fához, és egész nap a szúnyogok csípik, ugye ez a büntetés, és este oda jön hozzá a fia, és így elkezdi hesegetni a szúnyogokat, és akkor azt mondja, hogy ne film fiam, éhesebb jön helyette. <laughs> Na igen, igen, tehát ezért is írta, hogy, hogy biztos egy szakmai kvalitását tekintve hasonlóan jó képességű, ám de, ám de még, még nagyon éhes ember fog a helyére. Tudjátok, új seprő mindig jobban seper, a régi meg majd valamit mást. Én, én, azért reménykedem, mert ebben lássuk meg a, a lehetőséget is. Ugye Fifika a múltkor a szememre vetette, hogy én ilyen pofátlanul optimista vagyok, már-már a a, 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 butaságba hajlóan optimista vagyok néha, de hogyha onna, abból az irányból tekintjük meg, hogy nála rosszabbat nehezen lehetne felmutatni, akkor hatalmas az esélye, hogy egy kevésbé rosszabb fog jönni. Én ebben reménykedem. Persze, mindig akkor van lejjebb, mindig van lejjebb, Igen. Ne, örülj. ne örülj, mindig van lejjebb. Ah. <coughs> Na, és akkor, hogy tovább menjünk, pörgessük a témát, már csak 20 percünk van. Nice. Ö, ugye beszéltünk erről, hogy, hogy az előbb mondtam, hogy valamire rá fogok fűzni, ami origen, mert szerda van, tehát elvileg már a franciáknál lehet kapni az Origen 1922-t, amiről volt videó is live-ban, volt rá érdeklődés, és itthon is kérdezgették, hogy mi, hogy, honnan, hova, kinek, miért. Origen 19 22, ugyanolyan, mint a Tiny, csak nagyobb. Úgyhogy, úgyhogy úgy voltam, hogy nagyon nem baj, hogyha itthon nem, majd megveszem ugyanonnan, ahonnan a tiny megrendeltük, ugye az Intéztről, de hát gyerekek, május 20 után vagyunk, és az Intézt.de weboldala borzasztó up-to-date, úgyhogy egész odáig működik a rendelés leadása, míg a kosárba be nem teszed, és meg nem adod, hogy magyar, és akkor ott kifagyunk. Úgyhogy nem szállítanak ide. Ö, hmm. Elég nehéz, és mindig kérdezik, de akkor hogy? Hát, mondanám, hogy megrendeled honnan, de, de na most ez is olyan, hogy megrendeled és vagy megkapod, vagy nem. Persze erre jöttek nekem a kommentek, hogy már fosztekről rendeltem azóta is megjött, de azt elmondtuk, ugye erősítsetek, de cáfoljatok nyugodtan, ha nem így gondoljátok, tehát a nagy számok törvénye szerint egyszer csak az a kapu, az nagyon hirtelen be fog záródni, meg fájdalmas lesz, mert oda csípi az újatokat. Ö kaptam milyen ötletet, hogy mi lenne, hogyha a franciáktól rendelnénk többet magunkkal. Hát akkor az lenne, hogy lehet, hogy bejönne, de ha meg nem, akkor, akkor nem egy kazán akkor... csípődne meg, Bocs. hanem mondjuk, nézd már mekkora csomag, meg valami fény van benne, nyissuk már ki. Ú, te, ez valami elektromos cigi. Május 20, nem lehet elvesztük. Szóval akkor, akkor, akkor már sokszor száz valahány euró plusz úti költség lenne a dolog, úgyhogy én most úgy vagyok vele, hogy szerintem, szerintem lehetetlen itthon legálisan beszerezni a dolgot. Vagy, vagy a lútri. Hát, tehát a lútri és a lehetetlen között vagyok most. Én, Pedig egyébként Ezt én is így látom, hogy vak az egész. Vak kérdése. Igen. Vagy akkor találni egy olyan céget, aki fölvenné a kapcsolatot a, mondjuk a franciákkal, és valahova, ami nem Magyarország, oda szállítani és oda kimenni és tőle megvenni, na hát ez egy, ez egy gyönyörű, gyönyörű, ez nagyobb, mint a feszti körkép, már akkora út hallod. Tehát én megmondom a megoldást egyébként. Na. Franciaországba kell menni nyaralni, és az ott léted alatt megrendelni a szállásod címére. Yes! Ez az. Magánemberként már hazahozhatod. Igen. Jó, akkor mostantól úgy, lesz. Do Dobjatok kelet... össze és egy nyaralásra. Most le mostantól lesz nagy keletje a francia nyaralásoknak a riviérán egyébként. Hát nem tudom. Itt volt ez a sok foci meccs kint meg nem tudom, én hol itt volt a remek alkalom, de akkor még nem volt origen, mondjuk, úgyhogy hát, fenébe pont nem, nem álltak össze a dolgok. Még tart, még tart, úgyhogy vasárnap döntő. Tehát, hogyha valaki megcsíp egy jó jegyet a, a döntőre, akkor utána még elmehet kazánt venni. És már egy élményel és egy kazánnal gazdagabban térhet haza. Igen. Ja. Hey. És lőn világosság Angliában. Meg aztán nem, egy kicsit. Tegnap este láttam online, ha jól emlékszem, akkor hétfőn este volt a Lordokházában a vitája, a... TPD elektromos szigarettákra vonatkozó szakaszának, hogy most mi a fenét kezdjenek vele, és megvoltak a viták, és egy kicsit olyan érzésem volt fénysötétség ö, viszonyában, mint hogy főle a, 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 lámpát. Jöttek a, 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 a teljesen okos, értelmes ö, hozzászólások, majd előbújtak a, 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 a ludíták, svább bogarai a padok közül, és ők is felszólaltak. Uh, nagyon nem térnék ki rá, mert nagyon hosszú volt, nagyon érdekes volt, de a legesleg durvább az az a hölgy volt, uh, valamilyen bárónő, aki elmondta, hogy ő nem, ő nem állítja, hogy az elektromos cigaretta ugyanolyan rossz, mint a dohányzás, de fölteszi a kérdést, mi szükség van az elektromos cigarettákra? Szerinte? Egy az egyben be kellene tiltani az egészet, és több pénzt önteni bele a hagyományos leszoktató terápiák ágazatába, mert az eddig is olyan jól működött. És akkor én így ültem, mint akit letaglóztak, hogy ez ez, te hol értél eddig? Te miről beszélsz? Kedves kérdés, elképesztő. Meg szeretném kérdezni, mi szükség van a villanykörtére, mikor a gyertya is annyira jó? Szerintem hát, be kéne az egész ugye? villanykörte bizniszt hinteni sóval. És ezek, ezek a, 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 hülye gépszörnyek, ezek kinek kellenek, amikor nagyapáinknak is jó volt a szekér meg a ló? Francnak kell a gőz. <laughs> Egész, egészen elképesztő, milyen emberek vannak. És mi az Istennek ennyi kés a konyhába, amikor pattintott kőboltával is lehet dolgozni? Tehát, hogy nehogy így véletlenül fejlődés legyen egy területen, tehát ha bármi, bármi új előjön, akkor az biztos, ami biztos gyorsan tiltsuk be, és ragaszkodjunk foggal, körömmel, az igencsak vitatható hatékonysággal működő, de már bevált módszerekhez. És, és, és ez egy érdekes tanulság volt, mert amikor a Lordokházában az előző vitát néztem, akkor ott azért nem volt ennyire szélsőséges a, 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 az inga kilengése a józanész és a, a blőd baromság között. De most előkeveredtek ezek is, és elmondták, és, és hogy így hogy nem magyar sajátosság, hogy kőhülye állatok is helyet kapnak a parlamentben, hanem ott vannak bizony ezek a szerencsétlen. Tűten, tütek, kretének a, a, a mi brit parlamentben is. Micsoda? Mi tütén, tütén tütek, Ez nekem új. A tűten, tütek. Magyarázatért esedek. Krisztán, fejts ki, de nem kell egy fél órába, csak egy ilyen két mondatban. Mert ez lesz nekem is teljesen, teljesen abszurd. Ez nagymamámnak volt a szava járása, és ilyen, ilyen általában hülyékre vonatkozó jelzőknek a fokozásaként használta. Bevallom, hogy, hogy ez most csak így a, a az agyam egy szegletéből valamiért. Nem tudom, hogy milyen eredete van, vagy valami. Hogyha valaki ne isten hallgat minket baranyából, és náluk is a tütén-tütem, mint kifejezés a, a hülyékre használatos volt, akkor, akkor írja meg majd kommentbe, vagy valami. Lehet, hogy ez egy ilyen baranyai sajátosság, vagy ottani szólás. Nagymamám használta sokat. Ja, ez olyan, mint a borsodiaknál a csőcső, meg a makuka, meg lehet, a levonó. Lehet. Tütén, tüte, így. Hülyén hülye. Csak Nem mikor hülyen. hiányzik az ember tütén-tüte, vagy ha be van De tütükézve. Vagy. Nem sokára meglátogatom nagymamámat, és akkor majd megkérdem tőle, hogy. Én figyeltem hogy... az előző adásban, nyaralni mentek oda a barátokkal. Milyen, milyen, etimológiai gyökerei vannak a tütén tüte kifejezésnek. Majd ezt fogja mondani, Igen. Ah, kis unonkám, én is úgy hallottam. <laughs> Nem tudom, mit jelent, de e, úgy hallottam, mi, jó én ilyet, én ilyet sosem mondtam. <gül> <Igen>. <gül> figyelj, figyelj, vedd már föl, légy szíves, autentikus lenne, és akkor bejátszuk majd Nagyit a podcastbe. Azt ne neki me, magyarázni, me, 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 mind gyűjteni, ez a podcast. mint Kodás Zoltán a névdalokat. Igen, <laughs> igen, igen, igen. A kisfiam, hogy van ez, hogy belebeszélek a telefonodba, aztán majd Fölrakod a, a, internetre, a nagy világba bele? Hogy van ez az én hangom? De ha most mondom ki. Hidd el, Nagyi, fönt lesz. Ellopod a hangomat? Hogy fogunk beszélni volna? <laughs> 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 ez, ezért, ezért egy fokkal modernebb a nagyomám. Hála jó égnek. Szóval ez. Ö, szavazás még nem volt, legjobb tudomásom szerint lordok házában vita volt, a, az őrültek ott is előbújtak. Úgyhogy ugye a Brexit miatt most már annyira nem érdekes nekünk, hogy mi történik e, e kapcsán, de mint elektromos szigaretta használónak és európai elektromos szigaretta használónak, ettől függetlenül nagyon kíváncsian várjuk a, a fejleményeket, hogy mi lesz ebből. Mi szükség van erre. Én még Na, én annyira közben, vagyok bocsánat közben... kíváncsi, hogy, hogy a kinti magyarok ...nak mi lesz a sorsuk, akik ö, hát nem hozzánk köthetőek, de tudva levőleg kint dolgoznak, élnek, ö, hát na, úgy mégis, hogy például mondjuk blackyék. Tehát ilyen szempontból azért én figyelem az eseményeket, hogy na, mikor mondják nekik azt, hogy ilyen határidőtök van, vagy maradhattok, vagy az maradhat, hogy hát azért nem akar senki nekik rosszat, akik kimentek, hogy, hogy a boldogulásokat úgy gondolták, hogy ott jobb lesz, és, és, úgy néz ki, hogy bejött nekik, tehát nem akarunk nekik rosszat. De, de tényleg kíváncsian várom, hogy mi lesz, én nagyon ezt? remélem, kifejezetten Blacky szempontjából, hogy ö, ö, ott bejegyzett cégeknél alkalmazotti viszonyban lévő embereket nem fognak egyik nap. Tehát ez az ott bejegyzett cégeknek sem lenne jó. Tehát ö, nagy, Remélem, hogy nagy őrültséget nem fognak csinálni. De Fifi, te még akartál mondani valamit az előző. Igen, hogy én közben megtúrt, megtúrtam a netet a tüténtüte. Na. kifejezés után. Egyetlen egy reális találatot látok. A tüte a német nyelvterületen uh, azt a papírzacskót jelöli, amit uh, biztos emlékszel rám, én kurvosokat hajtogattam még barkácsboltos koromban, amiben a szöget szokták, tudod, hogy van egy, egy papír, és akkor így beledugja a kezét, és csinál belőle egy tölcsért, belerakja a szöget, és aztán Aha. behajtogatja a szélét. Na, ezt hívják tütének <kül> a svábe nyelvterületen. Hát illetve tűtem papír. Hát tüte, tehát ez a, ez a német rövid kifejezés, deformált papírzacskó, ugye ez a... Hmm. Aztán lehet, hogy a, a hülyéhez és a deformálthoz így van valamiféle köze. <laughs> a deformációhoz, meg a, meg a hülyéhez. <laughs> szóval a, a, a hülyékkel kapcsolatban valamiért úgy érezte egyébként Majdnem azt mondom, hogy rip tripper, de nem, hanem tíz, jor, juice várja, mondjad már. Filbuszárdó, hogy ezt még egyszer le kell írni, hogy ö, óvakodjon mindenki a magas áramtűrésű, magas kapacitású akkumulátoroktól. Tehát <kül> a fizikai korlátokat is, és, és egyébként a fizikával is legyünk tisztában, 3000 mA óra felett nincsen olyan akkumulátor, ami folyamatos 20 amper terhelést bírna. És akkor még leírt három mondatot, teljesen lényegtelen a <coughs> dolog egyébként, valami kiváltott ezt, indukálta benne ezt. Tehát tényleg, ja, és hogy tartózkodjunk egyébként is azoktól, amik amikre minden olyan van ráírva, ami nagyobb mondjuk, mint 3000, és mellé még azt mondja, hogy 40 amper folyamatos, vagy valami hasonló. Mert... Nem a cég fog szarul járni, hanem az, aki elhiszi, hogy azt tudja, mi rá van írva, és esetleg olyan világvégetekerésre használná, ami nem ö, a, az akkumulátor kimélésről híres. Szóval ez csak egy ilyen kis beszúrás volt. Pici De hát ezt már könyves kámán is tudjuk, Charlie. Is. hogy boszorkányok és nagy kapacitású és nagy áramtűrésű akkumulátorok már pedig nincsenek. <laughs> vagy ha vannak, akkor azok az akkumulátorok pont úgy égnek el, hiszen a nevükben is benne van, hogy mondjuk Fendi Fire, vagy valami hasonló, pont úgy égnek, mint a boszorkányok a mágián. Ja. Bizony. De ha már őrültségekről van szó, akkor itt van egy nagyon bizar sztori az Egyesült Államokból, ugye a Tobacco Free Kids kampány és kezdeményezés volt nagyon divik, akiket arról is ismerünk, hogy nem annyira elektromos cigaretta barát társulásról van szó, és ők a dohányterméktől szabad, a dohány gyermekek jövőjéért küzdenek, és Twitteren olvastam ezt a remek összefoglalót róla, hogy így a közelgő FDA szabályozás kapcsán ezek a dohányzás és dohány ellenes emberkék, kikkel bútoroztak össze? Hát a dohánygyárakkal. No na! <síns> De Krisztián, ebben nem, nem látok én semmi rosszat. A dohánygyárak lelkiismerete uh, itt szólal meg a közfelé, érted? Ennyi. Mi, mi ezzel a probléma? Na de hát várjál, most Egy, azt mondod, mint hogy szavak villannak be. Na most ezt képmutató, azt mondod... Képmutató, képmutató, Igen. Illetve ez a... Ez a... Várjál, tudom, hogy, hogy szaraz, amit csinálunk. Sőt, tulajdonképp segítek is neked, hogy betiltsák végül azt, amit én forgalmazok, kereskedek vele, meg úgy egyébként élek belőle. Várjál, segítek. Na hát... Ambivalens, finoman is ambivalens érzéseket. Igen, és Gel. hát ezek azok a társulások. Ez akik... olyan, mintha a temetkezési vállalkozó az örök élet projektet támogatná. Igen. Igen. De hogy ezek azok a társulások, akik nem restek hangot adni azon véleményüknek, hogy ez az egész elektromos cigaretta jelenség és dolog, itt szó sincs csökkentésről. ez a, a, a le, lelkiismeretlen és lelketlen dohánygyáraknak az újabb trükkje, mint tudjuk és ezért aztán azokkal semmit, bottal se piszkálnánk meg őket, kivéve, hogyha hasznos együttműködési megállapodásokat tudunk velük kötni. Van az a pénz, ugye, amitől az embernek korpásodhat a haja. De, de Krisztián ugye ezt egy pillanatig se gondolod, hogy ebben a történetben a dohánygyárak a, a képmutatók. Nem, nem, de, de, is nem, nem, nem. Nem, e, ezek a... a, a, a kétszínű disznók, akik az egyik sajtónyilatkozatukba sározzák a, 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 az elektromos cigarettát, mint a, a dohánycégek előre tolt helyőrségeit, és aztán a következő sajtónyilatkozatban pedig stratégiai megállapodásokról van szó. Milyen felemelő, hihetetlen. Őrületes. Én azt mondanám egyébként, hogy a, ahol a kurzorom van, arra menjünk rá, ide kijelöltem a sort, mert már nagyon kevés az időnk, és ezeket jó. hetek óta görgetjük, és jó. ezek jövő héten is jók lesznek. Oksa. Ha csak nem fifika akar a civil rádióról beszélni, mert azt is, azt is elnyomjuk. Is lehet görgetni, mondjuk az, amin az én kurzorom áll, az, az megint olyan, hogy két percben nem fogjuk megúszni. Bár, nagyon szívesen beolvasnám a, a választ. Mi lenne, Felt... hogyha ezt nem szpoilereznénk el, és akkor a, a mai mai polemizálásnak adnék egy keretet, ezt most ebben a pillanatban ráfrissítettem a Facebookra, és láttam meg az üzenőfalamon. Na, szóval ez volna a kérdésem. És akkor egy ilyen kis pici spoiler a, hogy milyen fasz a téma lesz, de nem elég rá két perc. Áttolnánk ami, amin a kurzoratok áll, hogyha még jövő héten is megállja a helyét. Mit szóltok hozzá? Uh -huh. A hülyeség örök, Charlie. Jó. Ö, a gyémánt és a hülyeség. Én, én tehát már a, a, a képtől is elhatárolódom, meg attól is, ami rá van írva, de szó szerint idézni messzre, rajta, és ezzel köszönök el mindenkitől, aki normális kapcsolatra vágyik, most keresse, mert az összes kurva a Balaton van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! <laughs> Ez egy igen-igen magvas meglátás volt. Nősülés előtt állók, kövessétek Charlie tanácsait. Sziasztok! Köszi, sziasztok!